Nos, hát szervusztok, sziasztok, szeretettel üdvözlök mindenkit, én Viktor vagyok, ez pedig itt a Let's Live Alap, és mai nap rambülözünk egy kicsit. Picit elkeseredetten álltam neki ennek a csempnek, ugyanis amikor láttam a mutatóját, engem nagyon elkezdett érdekelni, hogy mit fog csinálni, és sajnos a gyengébb eresztésből származik, úgyhogy még egyelőre nem találtam meg a számomra a legmegfelelőbb felhasználását, de más egyfajta felhasználását már legalább megtalálta, ez a mai nem egy saját deck lesz, viszont fanolni teljesen tökéletes, és egy ilyen, aki szereti az én kis kombós deckeket, azonnak nagyon fog tetszeni. Ez egy ilyen One Punch Rumble deck igazából. Az a lényeg, hogy Rumble-lel, ha megoldható egy körön belül, vagy legkésőbb két körön belül onnantól, hogy lekerült, kivégez az ellenfeled. Na de hogy jutunk ehhez hozzá, hogy jutunk el idáig, és mit csinál pontosan Rumble? Kezdjük ezzel. Rumble ugye azt mondja, hogy egy 4 manába kerülő 4-es drop, 5-ös 4-es tattal, és minden egy, és 3-at diszkárdolhatsz vele, amikor lerakod. Nem kötelező, de 3-at diszkárdolhatsz vele. Amikor az első diszkárdolod, azért cserébe kap impactet, amikor a másodikat diszkárdolod, akkor quick attackot, a harmadiknál pedig spell shieldet. Na, rajta van ez a 3 fincsi kis cucc, ugye így már 5-öt üt plusz egy impact alapból, és 12 sebzést kell neki kiosztani ahhoz, hogy level up-oljon. Hogyha level up-olt, akkor már ezek a cool szavak mindenképpen rajta vannak, nem kell hozzá diszkárdolni, sőt, az egyes verzióján is, ha már egyszer diszkároltad, akkor még egyszer nem kell megcsinálni, nem kell kidobni 3 lapot, mert az összes Rumble-nek mindenhol adja ezt a plusz hozzá. És ha level up-olt, akkor pedig, ha akár lekerült volna róla közben a spell shield, akkor is visszakerül, mert ezt a 3 keyword-ot instant megint csak megkapja. Na, és onnantól kezdve, hogy Rumble level up-olt, minden egyes alkalommal, amikor a Nexus-t ütöd, bármilyen módon, legyen az Poké Stick-kel, legyen az Impact-tel, legyen az Overwhelm-el, vagy csak egy unit odavágy, akkor kreál egy random meghajolt út a kezedben, ha esetleg még nincs a kezedben, ha pedig már van, akkor buffolja őt egy plusz egy plusz egyel, és lejjebb viszi a posztját még egyel. Elég gyorsan le tudnak szaladni ezek a manák, főleg, hogy arra már játszunk, hogy gyorsan kivégezzük Rumble-ről, illetve nagyokat üssünk vele. Szóval mi sok meghajolódót kijátszani nem fogtok, ugyanis a deck az úgy néz ki, hogy ha Rumble-ről nem vézett ki két kör alatt, akkor nagy valószínűséggel már több esélyed nem is lesz rá. Na de milyen lapok segítenek minket ehhez hozzá? Első körben beszéljünk Draymarról, akinek annyi dolga van, hogy csinál neked egy discard targetet, meg tök jó 3 manát ledobni, valószínűleg mivel fogsz tudni vele egyet atakolni a figyelzat miatt csinál neked még egy discard targetet. Nagyon más haszna Draymarnak sem lesz, illetve discardoló lapot is csinál, bocsánat, nem csak discard targetet. Másik sem Sion, szintén csak azért van benne, hogy eldobjuk és adjon overmelmet egy darab ennek az árva Rumble-nek. Ezen kívül van benne ugye minden, ami diszkádra triggerelődik, vagy valamilyen buffodat, vagy ilyesmit, tehát mondjuk az Ancient Warmonger, ami egy 5 manás drop, 5-5-ös overwhelm, de ha kidobod, akkor plusz 2-t grantel, tehát fixen 2-es boostot ad az egyik unitodnak, szintén megint csak Rumble target, survival skills ugye nem engedi meghalni egy adott körben, a strike-ok mellé, a single combat és ezek mellé nagyon-nagyon jól tud szerepelni, ugye might megint csak az, hogy overwhelmet tudjunk adni a lapnak. És ami egy picit fontosabb, amiatt igazából ez az egész deláciával van játszva, az pedig nem más, mint a Field Promotion, ami azt csinálja, hogy ha kijátszod ezt a Burst 2-es lapot, akkor a következő unit, amit leraksz, a Scout volt. Na most nekem kétszer fordult elő olyan bug, hogy, és ezért mondom, hogy erre figyeljetek, nehogy más is porú járjon vele, nekem kétszer fordult elő ezzel a lappal olyan bug, hogy leraktam a lapot, tehát kijátszottam ezt, már halott volt a Rumble, csak voltam egy másik ilyen, és csináltam egy meghajoltót. Kihúztam ezt, és nem engedtem a meghajoltót lerakni. Azt írta, hogy nem rakhatom le most. Úgyhogy valamiért azt nem szereti scout-tá tenni, és ez nem tudom, ha esetleg találkozott már valaki ezzel, azt nyugodtan írjátok meg, de nekem most jött elő először, és picit furcsa volt. Na mindegy, lényeg ugye a fő kombinációnk az, hogy 4 manán kijátszod a Field Promotion-t ugye a 3 spell manátból, Rumble-le pedig discard lesz 3-at, lerakod és ütsz vele kétszer, azaz már instant level up-ol, és onnantól kezdve pedig mehetnek ugye a combat trikkek. Na most egy fontos dolog, ha sikerül neki scoutot adnunk, akkor a Cataclysm, ugye ez egy free attackot ad neked egy unitra, amit kihúzol és valamit challenge-el, tehát valamit behúz maga elé, szintén a free attack impact mellé nagyon erős. Ezt, hogyha nincs, tehát nem nálad van az attack token és behúzod ezzel a lappal valamelyik lapját úgy, hogy Rumble-on rajta van a scout, akkor kapsz még egy a scout után még egy támadási lehetőséget, úgyhogy ez ott elég fájdalmas. Ezen kívül meg igazából discard targetek és combat trickek vannak benne, sajnos húzásunk nem sok van benne. Egy picit olyan a pakli, hogy amire figyelni kell, hogy ha nem kapod meg Rumble-t a negyedik körig, akkor kb. Imádkozhatsz, mert valószínűleg vesztettél. Mindenféleképpen ezt a unitodat meg kell kapnod. Így sem 100% a győzelem, viszont nagyon fun mineket lehet valóda verni, és ha jöjjenek a lapok, akkor általában egy ilyen ötödik
környékén tudsz lethal halálos lenni. Úgyhogy nézzük meg, mennyibe kerül a deck neki az élő meccseknek. Mert azt hiszem, ez nem éppen egy drága deck. Nem, 23.800 sárba kerül, szerintem nincs benne epic lap, és valóban egy darab epic lapot nem lennünk benne. 12 rare, 6 darab champ, meg a 22 common lap az, ami benne van. Úgyhogy nézzük meg, hogy veri át a jövő hetet Rumble egy kör alatt. Ez a felfogása nekem egészen tetszett Rumble-nek, egészen tetszik. Én is gondolkoztam korábban valamilyen demáciás ilyen combat verzión, de az az igazság, hogy ez sem az igazi, ez is csak fánnak jó. De annak teljesen tökéletes. Ellenfél, halló? Pantheon, hát az is meta végül is. Na és ilyenkor csináljuk azt, hogy mindent elcserélünk, ugyanis nekem egy Rumble-ra van szükségem. Na majd megcsináljuk azt, hogy akkor lerakjuk a Draven Brig, az nagyon jó, lerakjuk Draven Brigas fanyját. Azzal fixen kihúzzuk Draven-t majd a következő kör elején. Hát szerintem megpróbálhatjuk megölni simán. Ez nekünk kellően hasznos volt amúgy. És sajnos az még mindig nem az a unit, ami nekem kell. Sárkány? Nincs sárkány, nagyszerű. Ha nincs sárkány, ez nagyon jó, mert ez 5 pofon lesz. Na és akkor most a Great Physician-nál megpróbálunk találni egyet, mert ez ugye fixen unitot húz, úgyhogy van, nem sok unit van a deckben, úgyhogy van rá esély. A Draven húz a Warmonger, meg Sionból egy darab, úgyhogy ez legnagyobb eséllyel most azt húzhatja, abból van 3 a deckünkben egyedül. Rumble! Rumble! Ez az összes unit benne, plusz ezek. Tehát... Aha. Azért a Draven-nél egyáltalán nem kell. Így is lehet nyerni. Ha neki nincs lapja. Jó, hát elvileg most lethal vagyok. Most meg tudom nyerni ezekkel.
Ő neki nincs olyan damage-e, úgyhogy... Remekül bemutatta, hogy hogy kell Rumble-lel nyerni. Remekül bemutatta. Köszönöm szépen. Ó, Istenem. Egy Rumble-nek Rumble nélkül. Valahogy mindig ez van. Itt Draven, a kettőből kettő a kezemben van, és utána a harmadjára húzom Sion-t, majd utána a következő unitomat, azaz Rumble-t soha nem fogom látni. Lurk. Lurk. Rumble! Nem hiszem el, hogy azt a kurva lapot nem tudom már megkapni egyszer se. Hát bazd meg, ez hihetetlen! Ha, köszönöm szépen. Az a baj, most nem rakhatom le Draven-t. De akkor nem lesz manám már erre. Azért az ott fincsi, az ott egyből level up-ol. Fincsi! Fincsi! Azaz, az úgy nagyon jó. Na még egyszer. És megvan a level up, ez teljesen rendben van. Mi van, kiskutyám? Mit cipázol itt? Üljél le a seggedre. És innentől ez egy 8-5 spell shield lap, amivel végig gyakhatjuk a jövő hetet is. Azt levisszük most szépen nulla manára. Kéne egy overwhelm még. Csórikám. Még nem tudja, hogy az a pályk is meghal. Igen, hát nem hosszú meccsek. Ha megkapod Rumble-t, akkor jó, vagy ha nem kapod meg, bukta. De eddig kettőből kettő, easy. Úgyhogy hát akkor nézzük a harmadik meccset. Nézzük a harmadik meccset. Azirelia, wow! Zangor Warrior.
Nagyon jó. Két kulcs lapunk már nálunk van. Személyem szerint még a Might-ot is megtartanám szívem szerint, mert a Might is egy kurva jó lap ide. Negyedik kör a támadó miénk, nem, akkor nem biztos, hogy fog még egyelőre kelleni. Majdnem elbasztam a sorrendet. Nem. És ezt a burst halhatatlant én megtartanám itt. Azt a burst halhatatlant én ott megtartom. Későbbre az biztos, hogy jól fog jönni, mert ez ami nagyon furcsa fasságot fog játszani, hogy látom. Az nagyszerű. Remember it this time! Oké, Rumble megvan! És muszáj lesz védekeznie! Sajnos szomorú. Hát ez a... három elég gyors meccs volt szerintem. De viszont ez meg kell tudni, ilyen egy meccs vele. Tehát szenvedsz akkor, ha nem kapod meg, ha megkapod, akkor pedig elég gyorsan lehet nyerni. Én nagyon szeretek ezzel a fajta dekkel játszani, és nagyon jól lehet mele szerintem tényleg fanolgatni. Vannak tényleg dekek, amik megfogják, meg vannak nagyon rossz matchupok, meg tényleg, ha nem kapod meg Rumble-t, akkor elengedheted a picsába, de... ettől függetlenül fun. Úgyhogy köszöntöm szépen a figyelmet, sziasztok!